Az uszodák és edzőtermek megnyitását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, a lezárás ellenes párt, valamint a hónapok óta többnyire szünetelő testnevelés órák újraindítását. Azt, hogy futni sem lehet menni gyerekfektetés után, ugyanolyan kontraproduktív, mint a 19 órai boltzár, mely miatt csak összezsúfolódnak a vásárlók. Itt az idő feloldani a kijárási tilalmat. De nem csak kenyérrel él az ember, a színházak, stadionok, sportcsarnokok és más szórakozóhelyek újra nyitását is szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, és különösen a vendéglátóhelyekét. Akár korlátozott létszámmal, de működhessenek ismét január 11-e után. Ezek a többségében kisvállalkozások ugyanis nem bírnak tovább zárva lenni, hiszen tönkre fognak menni. Tavalyi évben is nagyjából 4 hónapot kellett zárva lenniük. Egy vendéglátó helyen egyszerre itt sem tartózkodna több ember, mint például egy átlagos élelmiszer üzletben, nem beszélve a plázákról, ahol több ezer ember volt egyszerre jelen a múlt hónapban is. A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése ellen. Legyen joga mindenkinek dönteni. Aki úgy érzi, hogy rá fertőzés veszélyt jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja. Mindenkinek önmagának legyen lehetősége arról, hogy dönthessen a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat. Gigantikus kiadások vannak a lezárások miatt, pedig a pénznek volna helye például az egészségügyben. Felbecsülhetetlen egészségkárosodást szenvednek el az emberek, a halasztott műtétek, az elmaradt kontroll és szűrővizsgálatok miatt. A Mi Hazánk, mint a lezárás ellenes párt nem hagyhatja szó nélkül az uszodák kontraproduktív bezárását, és a minisztériumi állásfoglalás nyomán hónapok óta többnyire szünetelő tornaórákat, miközben a mindennapos testnevelésre most nagyobb szükség volna az immunrendszer erősítése érdekében, mint máskor. Szlovéniában ezért is nyitják most meg az uszodákat és az edzőtermeket. Magyarországnak is lépnie kellene a Mi Hazánk mozgalom szerint.